A South Kensingtoni metroállomás előtere az utcazenészek egyik kedvenc londoni helyszíne. Bartók Béla szobra innen csupán kőhajításnyira van. A gitáros helyét lassan egy maroknyi magyar zenész veszi át. A késő délutáni csúcsforgalom hangzavarába merőben más dallamok vegyülnek. A népzene szinte észrevétlenül vált klasszikus dallamokra. Az összeállítás nem a véletlen műve, hiszen a flashmob szervezői Bartók teljes életművének keresztmetszetét szerették volna megvillantani a zeneszerző halálának évfordulóján. A világ minden tájáról kértek fel zenekarokat, hogy ezen a napon nyilvánosan játszanak Bartók darabokat. Igazából, amikor elkezdett a népzenével foglalkozni, akkor volt egy elég hamis kép a népzenéről. Ő meghallott az utazásai során egy cselédlányt dalolni, és ennek kapcsán merült föl benne, hogy hát ez a zene az nem ugyanaz, mint amit én népzeneként ismerek. És így indított el azokat a kutatásokat, amelyek során ő nagyon nagy területet körbejárt a Kárpát-medencében, Törökországban és Algériában. Minden területen megpróbálta az autentikus zenét megkeresni, nagyon nagy gyűjtőmunkát végzett, később ugye ezt Kodállyal együtt végezték. A flashmob egyben egy dokumentumfilm első forgatása is volt. A Bartók nyomában című dokumentumfilm rendhagyó módon szeretné bemutatni a zeneszerző munkásságát, bejárva azokat a helyszíneket, ahol Bartók gyűjtött. A film költségvetését közösségi finanszírozással szeretnék előteremteni. A tervek szerint három részben mutatják majd be Bartók Béla életútját és zenei hagyatékát. Meglepődve találtam azt, hogy az elmúlt 25-30 évben nagyon kevés. Az egész világon nagyon kevés dokumentációja van Bartók Bélának. Holott a zeneintézményekben kötelező tárgy, mindenki ismeri, a világ minden országában tanítják, és mégis nagyon kevés film készült róla. A közéletben igazából nincs benne egy nagyon elszigetelt figura. Úgyhogy ez indított el abban, hogy szeretnék készíteni egy olyan filmet, ami nem csak azoknak szól, akik imádják a zenét, akik nagyon értenek a zenéhez, hanem bárki. Megmutatni Bartóknak a népszerű, a mindenkihez szóló oldalát. A filmes táb munkája során annak is szeretne utána járni, hogy mi történt az elmúlt években a népzenével, hogyan hatott rá a popkultúra. Ezért Törökországban és Algériában is terveznek forgatást.